Szavaztok, hello! Szavaztok, előrétegyünk, sziasztok! Hát a mai videónak pedig az lesz a témája, hogy gastro short. Ez lesz, képzeld azt. Gastro short. Milyen jó szó, jó hangzik, szójáték, jó szójáték. Ó, bazza, teka már majdnem akkora vagy, mint én. Néznek ez. Szóval kitaláltam a mai videónak, ilyen kis töltelék vidinek szerintem nagyon jó, meg nagyon kíváncsi vagyok. Felcsigáztatok, megmondom őszintén. Képzeld el, nekem a nézők rendszeresen küldenek, és jelölnek is be TikTokon, képzeld el. TikTokon. Én nem nagyon TikTokozok, és nézem, hogy van 500 értesítésem, mondom, mi a bánat ez? És ott jelölgetnek be videó. Így van. Igen. Küldenek, mert egyébként rengetegen főznek TikTokon, ami egyébként szerintem marha király. Én is láttam már a tetsző. De te is TikTokozol. Igen. Szoktál föltölteni ilyen táncos videókat. Táncos videók, jó. Vannak ilyen marha jó TikTok meg short videók, de nagyjából ez a kettő szinte ugyanaz, a short meg a TikTok, hát egy. Egy kaptafa, marha jó kajákat küldtetek, és én kiemeltem hármat, amit így meg akarok csinálni, mert így fölcsigázott, hogy milyen lehet ez így. Annyi jó csinálni. Aha. Ilyen, vannak egyébként ilyen izék is, hogy ilyen, mit tudom én, például lesz egy olyan, hogy egy ilyen sima mezei, ilyen dobozos kínai tésztát kicsit feltuningolunk. Csinálunk egy saját TikTok burgert. Na ő az például. Ő az egyik ilyen tartalomgyártó. Bajasi TV, az a neve a srácnak, hát úgy tevékenykedik YouTube-on. Na, itt van, ezt akarom megcsinálni, ez az egyik. Hát most ugye mi olyat használunk, amilyet. Jó, mint nem pont ezt néztem, de rengeteg féleképpen lehet ezt tuningolni. Ennyi, hogy mit tesz? Aha, rengeteg sajtot, forró vízzel felönti, lefedi, és akkor elméletileg fogunk kapni egy ilyen nagyon sajtos, nagyon krémes dolgot. Így azt te begyeljel. Hát erre kíváncsi vagyok. Nagyon, nagyon jó néz ki, hogy látom videóban most hó. Ezzel kezdünk? Ezzel fog most kezdeni. Az igen. Izgalmas lesz. Első körben ugye vannak ezek a szobatészták. Ezeket úgy fogjuk megoldani, hogy ezeket most kivesszük egyelőre. Egyébként ezek a lapkos sajtok szerintem egész jók. Bár én annyira egyébként nem szoktam enni, de nem tűnnek olyan rossznak. De ennyi erővel egyébként lehetne tömlősajtot is használni. Szerintem tömlősajttal még egyszerűbb lenne, mert csak belenyomod, ilyen krémes lesz és kész. De milyen jó csattan, figyeld. Hát ha most én is TikToker lennék, akkor ezt valahogy így vágtam volna össze nektek. De mivel én nem az vagyok, hanem én magam Miklós bácsi vagyok, hogy ezt így körbevágom, látod? Így, nagyjából így. Bár igazából annyira azért nem kell így túl gondolni. Nagyjából ketté választom, hogy mindkettőnek jusson elegendő sajt, nehogy aztán itt izé palackodjál. Hazamész, azt fogod mondani, hogy megint nézzél, nem laktál jól, tudod, Miki nem ad enni, mindig azt mondja otthon állítól, hogy fogjuk, és ezt a sajtot így belerakjuk. Így. Benne van. Másik sajt. Bele. Ez is benne van. Úgyhogy mindkét sajt benne van. Ezt így fogjuk forró vízzel felönteni, lefedni. A végén még hozzákeverjük. Nem tudom, hogy egyáltalán kell-e a szójaszósz. Lehet, hogy nem is kell. Ha meglátjuk. Igény esetén a szójaszószt hozzákeverjük külön. Itt van az aromaterápia. Ez már most magában egy mennyei finomság. Te kabácsi, jó kis forró víz. Na, szerinted mennyire fogom magam szétégetni 1-től 10-ig terjedő skálán? Aha. Hát eddig nem néz ki túl jól, meg kell mondjam. Elég furán néz ki, hogy azért így nézzétek meg, hogy... Hát... Ez eddig nem túl bizalomgerjesztő. 3 percig. Jó mondtam. 3 percig kell hagyni. Én lehet, hogy az kis szójás cuccot is hozzá fogom keverni. Meglátjuk. És megnézzük, milyen lesz, és te a bácsival ezt így elfogyasszuk, megkóstoljuk, hogy tényleg jó ez, vagy csak marha jól néz ki. Mert az tény, hogy látványos. Aztán minden. Kóstoljuk meg, hogy milyen lett ez a sajtos kínai leves tészta. Én beleraktam a szójaszószt is, te kabál, nem? Hallod? Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó.
Akkor már... Hát nem is hittem azt a megyeljen. De durva. Jó, ezek mondjuk alapból finom tészták. Igen. De ez így, igen, hogy még így ízével ilyen szendvics sajt, aztán van meg. Egy ilyen minimális kis változtatás mennyire megváltoztatja az egészet? Ilyen? Gyerekek, hát... Jó. Mennyire krémes, mi? Bakker. Előételnek tökéletes volt. Nagyon finom volt, tényleg. Egészségügyi. Ez nagyon finom volt. Olyan, hogy mindenkinek ez brutál jó volt, tényleg. Akkor szerintem jöjjön a... Igen. Az a bizonyos sajtos burger. Jöjjön. TikTok burger. Hogy ez ilyen békörös megoldás lesz, ami ilyen kis aszfaljuk egy burgerbe. Burgerbe. Szóval ez egy ilyen nagyon saját, nagyon... Na. Ez egy ilyen saját kis content lesz. Készítem. Igen. De várjál, de hol van baszki? Pedig ez amúgy egy elég izé volt, ilyen trendi videója volt, ilyen felkapott. Egy megstubol, ilyen izé van a családom. Kígyó. Kígyó, kígyó béka, hogy ne van itt. Kígyó volt. De ne vélem. Ennyi is kígyó. Kezdődjék a saját kis TikTok burger, amit én magam találtam ki. Nem, nyilván az alapját az TikTokról láttam. Hát ott nem burgerba készült a TikTokon, hanem ott csak simán maga a sajt. Ez a rántott szendvics sajt. Milyenek a neve? És már az acskót sem tudom kinyitni. Ez már a végjáték. Nézd, ezt úgy kell csinálni, nagyon óvatosan, hogy egy cheddar, egy nem cheddar, ami figyelm sincs, hogy milyen. Hát ott egy cheddar, egy nem cheddar. Egy ilyen kockát vágunk bele. Így, né. Na most milyen? Én már. Megvagyunk. Használom ezt, mert ez vékonyabb, ezt jobban rá lehet tekerni. Viszont azért ez így igényel némi kézügyességet, aminek én azért hiány vagyok. Én nem vagyok valami jó kézügyességbe, de hát ez van. Na. És akkor ez az a lényeg, hogy ezt így be kell szépen tekerni. Na. Aha. Hát igen, főleg az én ilyen nagy lapai kezemmel. Így. Új, de hallod, ez kezd jól kinézni, baszki. Ez kezd jól kinézni, gyerekek. Az a helyzet. A másik a szarab lesz, mert túlságosan vékonyan vágtam egyébként. Aha, itt már itt a sarka már kezd elengedni. Nem baj, ott még egy. Még egy békönnel megfogatom. Amúgy egész jól néz ki, ahhoz képest, hogy ilyen izék vagyunk, legalábbis vagyok ilyen kis esetlen, ilyen téren. Írjátok már meg, mert itt a tekabával ezen izélünk most, hogy mi szoktunk rakni tejet a tojáshoz, de szerintetek kell rakni? De egyébként, amiket szoktam nézni a gasztro videókat, nem nagyon raknak hozzá. Nem tudom, érdekes. Kezdjük ezzel, szerintem ez a kicsit masszívabb talán. Liszt. Tojás. Hát én ez most... Csak két kézzel tudom, mert... És akkor zsemle morzsába mehet a végén. Hivatalosan a videóban ugye pankó morzsát használtak, de higgyétek el, körbejártam az összes boltot a környéken, és sehol nem volt pankó morzsa. Sőt, igazából mindenhol csak néztek rám, hogy... Mit akarok? Hülye vagy te, tudod? Kinézetre mindenképpen egyébként szebb a pankó morzsa, az tény. Na, te kabácsi, akkor most ezt így... Hát, mivel... De ezt ugye olajba sütötték ki, de mivel én nem akarok itt, mert ez azért viszonylag ilyen zárt és nehéz a szellőzése, ezért nem olajba fogom kisütni, hanem ezt fogjuk, és egy legújabb szerzeménybe, egy ilyen mikrosütős, multifunkcionális szuper készülékbe fogjuk kisütni. Nem próbáltam még így, itt vannak a kis, ánuszrózsák. Ennek kéne ragasztani ilyen szemet, hallod, és elnevezni valaminek. Na! Ide bele, aztán mehet. Mehet tovább. Happy kacsa? Nagyon kíváncsi vagyok, hogy meg-e fogja sütni itt a mi kis dolgainkat, mert hát nyilván ez így egészségesebb lesz. Jó, mondjuk azért egészségről beszélni úgy, hogy békönben van rajta 100 000 kalória. Nem biztos, hogy annyira kell egészségről beszélni. Közben vannak itt nekünk fain kis hamburger húspogácsák. Teka bácsit megbíztam, ő lesz most itt a főséf, azaz.
Vaj, de jó lesz. Te ezt gyakoroltad, hallottak a bácsi? Ezt gyakoroltad otthon, volt be? Gyakoroltad? Nem, őszintén, hogy igen. Tényleg? Hát, készültem újnokra. Azt a mindenit. Csókolom. Azt nézd! Azt a mindenit! De király! Elkészült a Beba Burger, mármint a TikTok Burger. Yeah! Ezt igazából inkább villával, meg késsel kéne enni, de hát azért egészségünkre! Ha megmondom őszintén, hogy jobban néz ki, mint amilyen, mármint, hogy nem rossz, csak... Jó. Igen, jobb lett volna, hogyha olajba sütjük ki, nem sütőbe. Ugye a békön nem sült meg, mert ugye ez így nem tud megsülni a békön, mivel ugye panírba van. Ezért inkább csak így megpuhult, így megpárolódott. Ami nem rossz, de hát sülve az a jobb a békön, nem? Igen. Ó, de az a sajt azért ez komoly, mennyire nagyon tele van. Annyira jó íze van neki, hogy így át van sütve. Minden, szóval tényleg frompás. Hát igen, de ez is az a varacskolós burger, hogy ezt sem lehet egy kultúráltan megenni. Hát nem. Ettől függetlenül én továbbra is tartom azt, amit mondtam, hogy szerintem ez látványosabb, mint... Szóval, hogy inkább a látvány dominál ennél a TikTok videónál. Töménytelen mennyiségű ilyen szendvics sajt igazából, kirántva békönnel. Tömény. Nem rossz. Igen. Tömény, nagyon tömény, nagyon nehéz, kegyetlen krémes sajtos. Ízben meg annyira ugye nem egy izé, szóval egy... Hát figyelj, érdekeltiteket, gondoljátok, próbáljátok ki, de olajba süssétek ki, én azt ajánlom. Azért nem életem legjobb burgere. Nagyon sajtos, ez tömény sajt igazából. Ráadásul olyan szendvics, hogy... Mondtam neki, mert egyszerűen menjünk be a tévébe, és egy jó kis promó műsorban. Voltam, de azok ültek. Még jó, hogy itt nem ők zsűriznek, mert lehúznák. Lehúznák, de rossz ez így. Mit csinál? Nem rossz. Jöhet a harmadik fogás? Jöhet a harmadik fogás. Akkor jön a desszert, ami pedig egy ilyen TikTok tészta. Ez amit megcsinálunk, ez a tésztás. Tésztás, hát jó, mi abból, mert ez a tészta se ilyen sima mezei tészta. Nem? Nem, ez egy ázsiaiaknak van, ami majdnem olyan, mint... Konkrétan ázsiai tészta. Igen, de én azt nem tudom, miből lehet, de olyan, én már fogtam ilyet így a kezembe. Nádból. Esetleg. Mi? Nádból. Nádból tészta. Egyébként olyan állaga van, mint hát a nád. Igen. Szóval olyan, mint a bambusz, vagy nem tudom. Nem, nem, de egyébként ez tészta ugyanúgy megpuhulna, megfőn, mint a... De nem tudom, hogy ez milyen tészta lehet. Egyszer láttam egyébként a Lidlibe ilyen tésztát, azóta se találkoztam ezzel, úgyhogy... Kimondték a fogalomból. Lehet. Én nem hiszem, hogy nálunk annyira kellendő volt. Ez is egy ilyen TikTok agymenés, hogy fogják a tésztát, és így bontják ki. Az a lényeg, hogy úgy csinálják, nem ilyen tésztából egyébként, hanem ez ilyen, amit már mondtam, ilyen ázsiai tésztából szokták csinálni. Legyező. Úgyhogy megpróbáljuk ezt ilyen hagyományos mezei házinén is tésztából. Fogunk néhány tésztát, és eltörjük őket. Lá! És tényleg eltört. Forduljatok el, olaszok! Ilyen teljesen egyszerű módon beletekerjük a békönbe. Ide is mutatom. Így. Na. Ez már egy. Ilyet csináltam, hogy a tésztát tenni békönbe. Ez amúgy furcsa, az nekem is furcsa, hogy ez így. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Ah, ez az.
Megy bele egy kis sima paradicsomszósz, ez sima mezei, bolti. Ó, na még ki tudom nyitni. Kicsit rá, úgy. Megy rá egy kis csiliárdos olaszos fűszerkeverék. Nagyon király. És mindezt felöntjük egy kis vízzel. Hogy ellepje a tésztát, hogy annyi vizet. És most hagyjuk főni. Hello! És akkor ezen a ponton még, amit elfelejtettem, hogy hozzáöntjük egy kis tejszint. Mehet vissza. Ennyi. Kiveszünk egy jénai tába, amit utána berakunk a sütőbe, és majd ráolvasztunk egy raklap sajtot. Na! Így szépen kiszedjük egymás mellé, gyönyörűen. Így. Hát de nem tudom, kinek az agymenései ezek a kaják, de hát mindjárt leteszteljük, hogy jó-e vagy nem jó. Szaftjából azért egy kicsit még ráöntök. Így. Nem kell olyan sok szaft, de azért, hogy valamennyi kicsi legyen azért. És most jön a lényeg, még ami megy rá, az egy csomó sajt, amennyit nem sajnálunk. Ez Gouda sajt egyébként, én kifejezetten szeretem. Szeretem, kedvelem. Bele, azt a forróság van itt ebben! Most miért ezt csinálja, amikor nem ezt akartam, hogy csinálja? Szóval, szerintem egy 5 perc és falatozhatunk. Mert hát még mindig éhesek vagyunk, ugye te, kabácsi? Amúgy nem. Így az, hogy nem. Mi lehet ennek a neve? Párga. Talán magamnak csinálnám, akkor pirítottam volna, hogy már meg ilyenek tud. Hát, ja, nem tudom. Minden. Nagyon jó megfőtt a tészta szerintem. Forró. Bakker, de jó. Ez a sütő annyira jó rápirította a sajtot. Így ráolvasztotta, hogy úristen. Nem tudom egyébként, hogy ez miért jó. Mármint, hogy ezt miért nem lehet megcsinálni mondjuk simán egy bolognainak, vagy spagetti, egy lazanyának, vagy mit tudom én. Ezt egyébként simán ajánlom, hogy próbáljátok ki, hogyha a csiliárdnak ezzel az olaszos szószával, ez kegyetlen jó így. Egyszerű, finom. Annyi van, hogy amikor főzitek, akkor hagyjátok tovább, hiába puhult meg a tészta a szélén. Adjátok tovább, mert a közepén, ahol a békön össze van tekerve, ott azért keményebb még jóval, mint a szélén. Úgyhogy ezt azért vegyétek figyelembe. Mondjuk én egyébként erre hittem azt, hogy egy ilyen bullshit, egy ilyen baromság. És egyébként valahol tényleg van, én fura, nem? Miért tekeri össze békön? Miért nem süti le külön a békön? Igen. Jó, ez egy ilyen megúszós dolog. Ha nagyon sietsz, nincs kedved így minden alkotóelemet külön megsütögetni. Hát a... Őrület. Miért ennyire... Nagyon jó. Tényleg finom. Tényleg finom. Hihetetlen, hogy miért egyszerűen csináltam, ott a minyas látom videóban, megkopíroztam, és tök jó. Tényleg. Na, mit kívül. Én úgy gondoltam ezekről a TikTok kajákról, hogy... meg az ilyen short kajákról, hogy ilyen... ilyen mutatványozás, meg hogy ilyen baromságot. Igen, tudod, nem olyan jó, nem olyan jó, de végül is mindig jó. Azt kell mondjam, hogy... nagyjából tényleg jók. Nekem, ami a legjobban bejött, az az a kínai leves volt. Igen. Sajttal. Hogy az mennyire kurva finom volt. Nagyon jó volt. Bakker, az kegyetlen jó. Itt van fogpiszkáló, kérsz? Én egy kicsit talán a hamburgerbe, ugye abba a rántott békönös sajtba csalódtam, az szerintem az indokolatlan. Ez annyira ilyen, inkább csak a mutatványról szól, hogy jól néz ki, ahogy szétfolyik egy ilyen nagy adag szendvics. Jól néz ki, de... néz ki magasába, ja. Színesében, mindenben. Nagyon látványos, de egyébként akkorát nem üt. Szóval nem egy ilyen... nem dobtam el az agyam. És annyira jól néz ki, hogy ezt egyébként megcsináljátok simán havernak, barátnőnek, barátnak, anyukának, anyósnak. Ez egyébként ez tök vállalatok, amire azt fogják mondani, hogy úristen, te tudsz főzni, és valójában igen, meg amúgy egy tök egyszer, és semmit nem kell hozzá igen tudni. Összedobni mindent egy tába, összeröttyinted, rádobsz sajtot, kalapkabát. És kész van.
És egy jó kaja. És egy finom étel. És egy fasz a kaja. Egyébként, amit igen sokan észrevettétek, hogy megvan a 60 ezer követő, ki is posztoltam, hogy most már elkezdtem Fatert üldözni. Nem mondod. El akarom kapni egy grill csirke challenge-re. Megpróbálunk 5 darab grill csirkét letolni, egy együlőhely, itt együltőhely vagy. Leülünk, kezet fogunk, na, hajrá, hajrá, go, és akkor... 5-5. 5-5, fejenként. Szerinted menni fog? Hát, látom nézni, biztos, hogy igen. A Fatert biztos, 5-5. Hát... Ha tudtok jó kis ilyen short, meg igen. TikTok kajákat, ezek amiket jó. Ilyen gyorsan összedobtak, és esetleg arra gondoltál, hogy csináljuk meg mi is, vagy teszteljük le. Lehet, hogy akkor ebből ez egy... Fújtadásos teszem. Igen, egy sorozat. Lehet, hogy ebből sorozat lesz. Ja. Ez a gastro short. Ilyen sorozat, mint a... Sortozat. Korrát már a szélén múlt sorozatban. Ez a káosz a konyha szélén. Akkor mehet a tűzkoponya? Mehet. Amúgy szerintem meg tudnád te is tűzkoponyát, mert te nálam jobban bírod. Nálam én láttam, hogy a utóbbi videót az elősegíthet, mondom magamban, én is ott lettem volna, de hát most. Figyelj, az ott vár bárkire, ha te azt mondod, hogy szeretnéd, vagy a pupi, én nyitott vagyok a pupira is, de szerintem ő annyira nem akarja ezt bevállalni. Most lehetne? Most? Most. Na, most ezt ne roncsuk el. Ne. Te érdekedben mondom, mert tudom, hogy engem itt a pocakban nagyon megrángatott. Igen. Olyan volt, amit egy ronyi baba rángatott. Akkor legközelebb, jó? Fölkészülök én is. Linkek a leírásban. Egyébként ezeket a szószokat, amiket mi használtunk, ott van a leírásban link, honnan tudjátok beszerezni. Aztán a Spárban ezeket pont nem lehet menni, azt hiszem, de nem vagyok benne biztos. Küldjetek ilyen sortokat, és akkor lesz belőle sorozat, meghívott vendég emberekkel akár. Lehet, hogy mindig mással fogok itt hát, short videókat csinálni. Úgy jól csinálni, mindig más. Te akkor már csinálom, hogy rákészülsz a tűzkoponyára. Így van, rákészülök. Már melyik nap szólsz, jövök. Jó. Megrendelünk egy másik fajta challenge-et, ami egy ilyen komolyabb. Jó. Azt megcsinálja a Tibi, te megcsinálod a tűzkoponyát, én meg röhögök rajtatok. Jó. Én nem eszek már ilyen. Köszönjük, hogy itt voltatok. Szevasztok, köszönjük szépen, sziasztok.